Ahogy a bajnok esélyes nagykanizsai Tungsramból, a kalocsából is alaposan felkészült a sárgamezes hazai hőgyész. Előre tolt, kilépős, hatos falas védekezéssel szemben nehezen találtak rést a kék-fekete kalocsaiak, akik bizony érezték átlövőjük Szvétek Balázs hiányát, akire hosszabb időn át nem számíthatnak. Okosan lassították, tördelték a dobogós csapat védekezését, játékát a hőgyésziek, akik szép lassan, de biztosan elhúztak 2-3 góllal. Ha kellett gyorsindításból, ha visszarendeződött a kalocsa, türelmes labdajáratás utáni beálló vagy éppen szélső figurából érték el kidolgozott helyzetek után góljaikat a sárgák. Szünet után sem tudott tempót, harcmodort váltani a kalocsa, ha lehet még jobban uralta a meccset a hőgyész, amelynek játékához egyéni megoldásaival bizony most is sokat hozzátett a Nemzeti Kézilabda Akadémiától kölcsönbe érkező két fiatal, Igali Gergő és Kovács Dominik. A rutin és a tapasztalat, a fiatalos lendület remek egyvelegét alkotva, nincs rá jobb szó, szinte lekézilabdázta a hőgyész nagynevű ellenfelét, és a második félidő közepén már 7-8, majd 9-re is nőtt a különbség, eredményben nagyon megmutatkozó módon a két csapat között. Csak minden második hazai találatra tudott válaszolgatni a kalocsa, így a mérkőzés végére már 10 gólosra nőtt a különbség. A 26-16 azok számára bizonyára vaskos meglepetés, akik nem látták a mérkőzést a tamási Vőc Ádám általános iskola csarnokában. A kalocsának tudtuk a nehézségeit, a Szvétek Balázs, ugye, aki náluk egy meghatározó játékos, ő sajnos sérüléssel bajlódik, tehát ő nem játszik már tavaszi szezonban. Mi külön készültünk a többi játékosra, ugye itt gondolok a Katona Bencére vagy a Schmidt Raúra, tehát ő nekik azért ez egy nagyon komoly csapat, ezt hozzá kell tennem. Sikerült, azt gondolom, hogy amit említettél, a felkészülésünk is jól, illetve hát az mindent elmond magáról a mérkőzésről, hogy 16 gólt kaptunk egy kalocsától. Ilyen nem nagyon fordul azért elő velük. Szerintem nagyon jó védekeztünk, volt mögötte kapus teljesítmény, és támadásban pedig ami dolgokat megbeszéltünk mérkőzés előtt, fél időben esetleg az időkéréseknél, azokat játékosai maximálisan betartották, és akkor ennek tudható be ez a viszonylag nagy arányú győzelem. Az első fél időben már elhittük, hogy ez nyerhető mérkőzés lesz. Azt gondolom, hogy a kapus teljesítmény határozta meg leginkább azt, hogy ekkora különbség lett. Tehát ez tényleg a 16 kapott gól, az nagyon kevés. Alapvetően jó a védekezésünk, de mindig kell hátul egy kapus teljesítmény, és ez most megvolt szerencsére. Elől meg fegyelmezettek voltunk. Szokásosnál kicsit fegyelmezettebbek voltunk, és ebből adódott az, hogy az összes játékunk az lényegében ült, és zicserig tudtuk kijátszani. Megint voltak hibák, de Isten igazából ezt hátul meg tudtuk oldani, és magabiztosak voltunk támadásban is. Egy kalocsa hőgyész bárhol is játszák a kézilabda NB2-ben. Itt a térségben több mint egy meccs, maga a derbi a kézilabdázás harmadik vonalában. Az őszi 7 gólos vereségre megvolt a 6-6-os hőgyészi válasz, miután a hőgyész stabilizálta a 6. helyét a bajnokságban, a kalocsa pedig törheti a fejét, mitől ragadtak be tabella másodikként a tavaszi folytatásnál. Néhány hét múlva kiderül, csupán hullámvölgyről, vagy esetleg kisebb válságról van szó az ő esetükben.